Mintegy 50 általános és középiskolás diák mérte össze a parlagfűvel kapcsolatos ismereteit kedd délelőtt. A verseny házigazdája a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal volt, ahol Román István kormánymegbízott kiemelte, hozzávetőlegesen minden ötödik embert érint kedvezőtlenül a parlagfű virágzása. Hozzátette, a kormányhivatal mind szakhatóság jár el annak érdekében, hogy csökkentse a parlagfű által borított területeket, a vetélkedővel pedig arra ösztönzik a fiatalokat, hogy vigyék hírét a védekezés fontosságának. Az idejében 167 esetben rúgtunk ki bírságot olyan területek esetén, ahol parlagfűvel szennyezettek voltak, és 128 esetben rendeltünk el közérdekű kaszálást, de emellett fontosak a fiatalok és fontosak az ilyen versenyek is, mert hát a hosszabb távon mégiscsak az lenne a cél, hogy olyan tudatos fiatalok legyenek itt a megyében, és olyan tudatos felnőtté váljanak, akik erre odafigyelnek. Ez a mai vetélkedő, ez ezt a cél szolgálja. A felkészítő pedagógusok a parlagfű morfológiai, azaz alaktani ismereteit, illetve az egészségre ártalmas növény írtását is megtanították a diákoknak. A szervezők törekvése a versennyel kapcsolatban az volt, hogy a fiatalok ezt a tudásanyagot később is kamatoztatni tudják. A legnagyobb probléma az allergia. Az allergia egy széles körű betegség, népbetegség. Nagyon-nagyon sok pénzt költünk el a gyógyítására. Nagyon sok ember kiesik a munkából. Ennek az ismeretét elsajátítják a gyerekek, megismerik azt, hogy hogyan szórja a pollent, milyen mennyiségű pollen kerül ki a virágzás időszakába, és hogyan tudnak ezzel nem védekezni a gazdaságukban, a portájukon, a tágabb és szűkebb környezetünkben, amit aztán el is visznek, széles körben terjesztenek, vagy esetleg még a tudásuk révén elhelyezkednek ebben a szakmában, ami ugyancsak fontos lenne, hogy a mezőgazdaságban értelmes, okos, szakképzett dolgozók kerüljenek ki. A vetélkedővel kapcsolatos tanácskozáson elhangzott, a parlagfűvel összefüggésbe hozott büntetések száma országosan csökkent, ugyanakkor szükség van a szemléletváltásra, amihez az oktatás szerepe elengedhetetlen.